Sziasztok, ez itt a Sztáröltöző. Tudjátok, az a videósorozatom, amiben híres barátaimat interjúbolom meg. Kérdezgetem őket stílusról, divatról, karrierről és minden másról, és közben egy-két izgalmas ruhadarabban megpróbálom a komfortzónájukból is kibillenteni őket. Nézzétek meg, hogy ma ki lesz a vendégem. Megfontoltság, megbízhatóság, szavahihetőség és szabálykövetés kicsi lázadásokkal. Mindezen értékek egy csodálatos nőben összpontosulnak, aki évtizedek óta az RTL híradó sztárja. Nem más, mint Erős Antónia. Én egyszer azt olvastam, hogy hazavittél egyszer egy rossz jegyet. Egyes, kettes? Hármas. Hármas? Igen. Szörnyű volt? Biológia. A rovarok élete. És de én megszoktam azt alsó tagozatban, hogy miután egy imádott tanítónéni volt, a Marika néni, aki nagyon-nagyon szeretett, ráadásul a szomszédunkban lakott. Ezzel együtt én jó tanuló voltam, de azért a harmadik, negyedikben, amikor picit többet kéne már odafigyelni, és nem csak az órán tanultakból megélni, akkor én hozzászoktam, hogy esetleg jó indulatból megkaptam a jobb jegyet. És miért voltak veled jó indulatúan? Mert egyébként Netti volt a helyes, meg az okos kislány, aki jó tanuló, jó sportoló, nem, mert nem sportoltam soha gyerekkoromban, de tudod, kialakul egy kép, ahogy a felnőttekről is, a gyerekekről is, mondjuk azt, hogy beskatujáznak, és azt mondják, hogy jó, hát becsúszik egyszer-egyszer, hogy rosszabb napja van, de azért adjuk meg neki most is az ötöst. És között az ötödik osztály, minden tantárgyat új tanárok tanítanak. Marika néni eltűnt. Nem csúszhat. Hát vagy igenis, csúszom be, hogy jöjjön rá a kislány, hogy tanulni kell. És akkor nagyon meg voltam sértődve. Na ez azért emlékszel rá, hogy mit éreztél igen. akkor? Igen. Ez hogy képzeli? Nekem hárman. Mert ilyen. És a virág... nem tanultam meg. A világra haragudtál, vagy magadra? Dehogy is. Hát a tanára, az Oli bácsira. Hát hogyne? Hogy képzeli? És aztán megmondta az osztályfőnökömnek, hogy így évvégén sem lehetek ötös, hiszen akinek van egy hármasa, az bármit csinál az évvégéig, az nem kap már ötöst. Na ezen is meg voltam sértődve. De utána elkezdtem tanulni. Egyébként te sokszor megsértődsz? Nem, én nem hiszem, hogy sértődös. Nem? Hú, erről meg kéne kérdezni a többieket. Uh-huh. Nem hiszem. Nem sértődök, inkább megbántódni tudok, és az a baj, hogy azokat nagyon nehezen felejtem el, vagy nem is engedem el igazán soha. Hogyha az olyan bántás, ami mély, vagy amire nagyon nem számítok, vagy olyan embertől, akitől nem számítok rá, akkor azokat igazán nem tudom elengedni soha. Sok ilyen sebed van, amit így viszel magaddal? Nem. Nem? Nem, de azért ami van, arra emlékszem. És volt olyan, hogy megpróbálták ezt kijavítani, és nem engedted, vagy nem tudtad? Nem, azért hosszú távon én úgy gondolom, hogy annak semmi értelme nincs. Csak amit egyszer átélsz, azt még hogyha helyre is hozol egy kapcsolatot, akkor azért az a seb, az egy seb volt, ami valamennyire behegett, de hát az olyan, mint amikor felrepett a fejem gyerekkoromban, és begyógyult, de azért ott van egy pici hajhiány például a fejbőrömön, ami sosem fog elmúlni. Szóval ott van egy seb, aminek van valami kis nyoma, de hosszú távon nem vagyok haragban, nem maradok haragban senkivel sem. Csak olyan csak nem tűnik el távolságtartó maradsz, vagy egy kicsit olyan bizonytalan vagy? Még az sem biztos, csak egész egyszerűen néha azért bevillan, hogy bizony, te azért egyszer megtáncoltattál. Szóval tudod, egy ilyen valami ott marad. Bizalomvesztés egy kicsi. Kicsi, talán. Igen. Te egyébként bosszúálló vagy? Elgondolkodom mindig rajta, de nem csinálom meg. Kicsit úgy eljátszol a gondolattal? Én azt szoktam mondani, hát főleg most már, hogy idősebbek vagyunk mind a ketten, hála Isten, szóval, hogy azért mindig gondold meg kétszer, hogyha valakire vagy valamilyen helyzetre nagyon dühös vagy, akkor ne kapd fel a telefont és ne kezdjél rögtön telefonálgatni, hanem tényleg vegyél egy levegőt, gondold végig újra és újra több verziót, hogy hogyan lehet megoldani egy dolgot, vagy egy történetet, vagy egy konfliktust, és ne az első dühödből reagálj. Ne az első dühödből hívjál fel valakit, és végképp ne írj e-mailt, vagy bármi mást, hanem egy kicsit úgy gondolkodjál rajta, próbáld elhelyezni, és aztán, amikor lehiggadtál a mérgedet, az már akkor nem düh, hanem mondjuk inkább mérgelődés, azt kifejezheted úgy is, hogy a másik érezze, hogy azért ennek van alapja. Mert sokszor előfordul, hogy ha egy kicsit gondolkozol, akkor rájössz, hogy ja, tulajdonképpen nem is történt semmi.
Nagyon másképp érzékeljük mi a világ dolgait, mint ahogy a külvilág érzékeli a mi dolgainkat, meg minket, nem? Nehéz magunkat felmérni. Meg szerintem azt is nehéz sokszor felmérni, hogy milyen hatást gyakorolunk a környezetünkre, amikor mondunk valamit, teszünk valamit. Különösen úgy, hogy a nyilvánosság előtt éljük az életünket, te is és én is. Ez még nehezebb helyzet, mert nem arról van szó, hogy leszaladok a boltba, mondok valamit, hazamegyek, lehet, hogy aznap még megjegyzik és elmúlik az egész. Tehát, hogyha te csinálsz valamit, vagy én csinálok valamit, annak, vagy mondok valamit, viselkedem valahogy, vagy akár kinézek valahogy, annak valamilyen hatása van egy tágabb környezetre, nem csak a közvetlen környezetre, és ezeket jó lenne tudni mindig felmérni. Az is egyébként nagyon érdekes, amikor visszajelzést kapsz arról, hogy mások mit gondolnak rólad, nem? Tehát, hogy jön valami, és így gondolkozik, de hát én nem is ilyen vagyok. Na de ha valaki ezt jelzi vissza, akkor abban biztos, hogy van valami igazság. Jó, az én szerepem nyilván abból a szempontból kicsit talán fekete-fehér, hogy a híradóban mértéktartónak, mértékletesnek kell lenni, betartani a híradós alapszabályokat, nem közölni véleményt semmilyen módon sem, kiegyensúlyozottan, objektíven, ehhez társul nyilván egyfajta szigorúság, és amikor a magánéletben találkozom valakivel, aki előtte csak képernyőn látott, akkor általában nekem nagyon jók a visszajelzések, mert mindig azzal jönnek, hogy na hát, maga sokkal fiatalabbnak néz ki, mint a, vagy maga csinosabb, mint a, vagy hát maga tud mosolyogni, miközben az egy szerep. Tehát a munkánk is, a különböző feladataink, az is egy szerep. Most nem úgy őszít, mint 20 évvel ezelőtt, amikor a stylistom voltál, mondjuk egy fotózáson. Igen. Most tulajdonképpen egy influencer is vagy, műsorvezető vagy, nagyon sok minden vagy. Ez mindegyik egy külön-külön szerep. De és mondjuk akkor... neked a szereped azért egy sokkal homogénebb szerep, mint amit én viszek. Tehát nekem az én karrierem, az én életem pont sokféle. Arról szól, hogy nagyon sokféle dolgot kaméleon csinálok, sokféle képpen. Igen, kell is változnom. Mondjuk a divat ezzel jár együtt, mert ugyanúgy ülnél mindig egy fehér pólóban, meg egy fekete nadrágban. Az is persze lenne egy üzenet, természetesen. Nem tudom, gondoljuk Lagerfeldre. De a híradós szerep az abból a szempontból igen kicsit homogénebb, mondhatjuk ezt, igen, hogy megvannak a szigorú keretei, amiket azért be kell tartani. De aki ott ül, az nem azonos teljesen azzal a szereppel. De hát nem hasonultál, mert azért nagyon sok ideje csinálod, ezt mennyi ideje csinálod? Ma az RTL híradót azt 23 éve, de tulajdonképpen televíziós vagyok, hát mondjuk 2 év múlva már 30 éve, hogyha így nézzük. És ez a 23 év azért, ez nem alakítja visszafele is az ember személyiségét? Tehát, hogyha mindig ilyennek kell magadat mutatnod, mennyire kezdesz el azonosulni a szereppel? Hát nem, mert attól én még erős Antónia vagyok. Tehát az, hogy például nem szabad véleményt formálnod hivatalosan, az mondjuk ilyen magánéleti kapcsolatokban, helyzetekben. Hú, hát kérdezd meg a barátaimat. Vagy sokkal inkább kompenzálsz, és mindenkinek nem, megmondod? Nem kompenzálok, erről nincsen szó, na, de hát a magánéletben magánember vagyok, ugyanolyan, mint bárki más, ugyanolyan, mint te, vagy bárki az utcán. Tehát ezért mondom, hogy a munka, vagy a munkahely, ott mindenki azért felvesz egyfajta szerepet. Mm. Ja, a gyerekeimet szemben én az anyukájuk vagyok, tehát az anyai szerep is egy szerep. A híradózás és az én hivatásom is egy bizonyos szerep, egy szerepkört töltesz ott be, igen. És azoknak meg kell felelni. Na de hát attól még te magad vagy. Na és ez például a te magad az nem változik percről percre, hanem az vagy, ami vagy. Persze, hogy a játékszabályokat betartod abban a pillanatban, hogyha beülsz a híradóba. De szerintem inkább arról van szó, hogy egy szerencsés találkozás az, és nem csak szerencse, hanem sok-sok munka persze, hogy én híradós lettem, mert amikor én elkezdtem tévézni, akkor mindent csináltam. A sportműsortól, az ifjúsági műsorig nagyon sok mindenbe belekóstolhattam. Később már, amikor egy nagyobb televízióhoz kerültem, ott már elsősorban híradóriportokat készítettem, szerkesztettem híradót, stb. És utána jött a képernyős felkérés, ami azt jelenti, hogy volt idő, hogy kialakuljon, hogy melyik az a műfaj, amiben én igazán jó vagyok, vagy amiben igazán jól érzem magam. Ebben jól érzed magad és igazán? Ez, igen, és itt jön az, hogy valószínűleg ezáltal legközelebb az egyéniségemhez, mert én egyébként is azért, ha most végignézek így az életemet, meg a gyerekkoromban milyen voltam, igen, voltak nekem is lázadó korszakaim, de alapvetően én egy szabálykövető ember vagyok, és
Összességében a kiegyensúlyozottságra próbálok törekedni, meg a harmóniára, tehát azért mondom, hogy az egyébként az én személyiségem nem áll távol attól, hogy milyen maga a híradó. Milyen volt ez, amikor Erős Antónia lázadó volt? Hát nem járt be az iskolába. Komolyan? Anyukája nem tudta, hogy annyi igazolatlanja van. És mit csináltál? Mit csináltál, amikor az iskola mellé járt? Semmi extra. Tehát ez az, hogy itt nem arra kell gondolni, hogy nem tudom, mit csináltam. Mondjuk elmentünk moziba a barátnőimmel. De mindesetre ebből az lett, hogy aztán annyi igazolatlanom volt, hogy anyukám most se tudja tulajdonképpen, hogy abban az évben figyelmeztetett az osztályfőnököm, hogy ha nem szeretném, hogy kicsapjanak, akkor szedjem össze magam. De tulajdonképpen 16-17 évesen van ennek az ideje másodszor. Mert először 12-13 évesen kezdesz lázadozni, aztán szerintem legalábbis 16-17 évesen. És egyébként 50 körül nem jön egy 50 körül nem jön egy olyan időszak? Én annyira túl vagyok az 50-en, hogy... És nem jött akkor egy olyan időszak, hogy na most akkor lehet csinálni valami bolondságot, levágatjuk a hajunkat, stb. De az nekem nem egy kihívás. Aha. Sok nőnek az életében ez olyan, hogy az egy ilyen szent dolog, hajonna nem változtat, mert akkor mi lesz, akkor így fog kinézni, úgy fog kinézni. Ebben az értelme így a haj engem sose érdekelt, én bármikor levágatom rövidre, vagy aztán megnőztem hosszúra, és oda-vissza variálom. Tehát ez a része engem nem ér, ez nem egy lázadás alapvetően, egyszerűen praktikus, meg meguntam a régit. De inkább azt mondanám, hogy ez a 40 éves vagy, meg 50 éves vagy, tehát ahogy halad az idő, az inkább nem lázadást hoz el, hanem egyfajta ilyen szabadságérzést. Uh-huh. Az nem ugyanaz. Nem szerintem. Kell megfelelni már bizonyos dolgoknak? Hát ki, most minek? Vagy kinek? Te tudod, ez már annyi mindent csináltál, annyi mindent láttál, tapasztaltál, csomó dologban azt gondolom, hogy én is azért letettem sok mindent az asztalra. Most már azt gondolom, tudom, hogy ki vagyok, tudom, hogy mennyit érek. Nem kell percenként bizonygatni saját magamnak, meg a környezetemnek sem. És ez inkább azt mondom, hogy egy ilyen felszabadult érzés. Hogy figyelj, engem most már nem tud zavarba hozni. Miközben azért azt látjuk, hogy a társadalom például az öregedéssel vagy a korral is mindenféle megfelelési kényszereket rak rá az emberekre. Például hogy kell öltözködni, hogy nem szabad öltözködni, mit lehet csinálni, mit nem szabad csinálni. És ugye ennek van egy tök jó, meg nagyon izgalmas, meg persze provokatív vonulata, hogy kik, hogyan híres emberek, hogy nem állnak be a sorba, és hogyan járják a saját útjukat. Külföldön. Na ez az, hogy itthon szerinted? Ugye igen, most mondjuk Pataki Ági volt a legutolsó nagy példa, hogy egyszer csak azt mondta, hogy most akkor hogy legyen fehér a haja, kérdez, most igen. Ungár Anikó hirtelen tüsire vágatta, tehát érdekes, hogy ott is hajügyben voltak igen, nagyon. Igen, mert a haj összeköttetésben van valamiért a lelki dolgokkal. Sámson és Delila, ugye? Igen, nem tudom, hogy odáig vissza kell menni, de a nőknél valahogy ez be van csípődve. Nálam nem ennyire, mert egyébként semmi különös változás nem történt az életemben, hanem egyszerűen tényleg csak levágattam most éppen a hajamat, de ha visszanézzünk az elmúlt 23 év képernyős időszakra, hát szerintem nekem nincs olyan frizura, ami nekem ne lett volna. Na, szóval, hogy igen, valahogy azt érezzük, hogy nyilván az elsősorban, amikor én a sztárvilágról beszélek, akkor én a klasszik Hollywood, amerikai sztár, nekem az a sztárvilág, vagy onnan jön ez az egész történet, és Magyarországot nem tudom ebben elhelyezni, bocs. Tehát szerintem ez a sztárkultúra. Kis ország, kis foci. Hát igen, kint, mint hogyha szabadabbak lennének. Azt mondja, hogy igenis, én ezt megtehetem, hogy így nézek ki, vagy így öltözöm fel, és egyébként nem érdekel. És ha kilépsz csak egy kicsit Magyarországról, akkor is azt látod, hogy sokkal kevésbé érdekes. Londonban él az unokahúgom, a nővéremnek a lánya, és ő szoktam mondani, hogy ott senkit nem érdekel, hogy öltözöl fel. Itthon ez még mindig tud kérdés lenni, hogy miben mentél ki az utcára. Na hát ezekkel sem nagyon foglalkozom már. Tehát pont múltkor gondolkodtam ezen, hogy nem tudom, kamaszkoromban képes voltam még hazaszaladni, mert úgy gondoltam, hogy most jól nézek ki, elindulok a városba, ugye egy tízezres kis városból jövök, Szigetváról, és a bemenni a városba, a főtérre, az egy program volt. És akkor visszafordulok a sarkon, hogy hát így én mégsem megyek. Nem merek, mert mit szólnak. De nem biztos, hogy ez jó, vagy ez sok, vagy kevés, mert most semmi ilyen gondom nincs. Tehát nem fordulnék vissza átöltözni, mert egész egyszerűen nem érdekel. De akkor magyarul az a fajta szabálykövető attitűd, ami az egész életedet azért fémjelezte, áthatja, az kezd eltűnni, vagy kezd kikopni, vagy? Nem, de a másik oldalról meg sosem voltam annyira extrém. Vagy hát
Én úgy gondolom, persze sokan meg azt mondják, hogy jó, azért 98-ban tüsi, vörös haja megjelenni, hogy egy híradóban az nem mondjuk normális. Egyébként igen. Tehát, hogy... De én akkor sem gondoltam azt, hogy ebbe bármi kunst van. Uh-huh. Vagy kamerák előtt vércukrot mérni, beadni az inzulint, és azt mondja, hogy egyébként cukorbeteg vagyok, és ezeket én nem éreztem akkor sem valami nagyon nagy extremitásnak. Meg egyébként, hát szabálykövető vagy nem szabálykövető, mindenkinek kialakul valamiféle stílusa. Szerintem ennyi idős koromra nekem is van egyfajta stílusom, de ezt nem jellemzik annyira az extremitások. Tehát ezért gondolom, hogy nincs ez a szabálykövetéssel nagyon nagy ellentmondásban. Inkább csak azt mondom, hogy különösebben például nagyon helyes volt egy hölgy, írt valamikor nyáron, hogy nem gondolom, hogy ennyi idősen nem kéne már miniszoknyát húzni. Mert valami nyári fotót raktam ki. Nem is válaszoltam, csak így mondtam, hogy nem. És kész. Tehát most mi van? Korhoz van kötve a sort vagy a miniszoknya 42 fokban? Hát még a színek is korhoz vannak kötve, nem? Hát gondolj bele, hogy nem régen lehet, tilos volt barnán meg feketén kívül mást hordani egy idősödő embernek. Hát igen, na, de hogyha meg most azt nézzük, hogy nyugatról vagy Amerikából mi özönlik be, az 50 az új 40, a 40 az új 30, mondjuk ezt egy kicsit unom már, mert erőltetetté válik minden, amikor már 600-szor hallod. Na de közben meg mégiscsak ezt látod, hogy nem hajlandóak megöregedni a mostani hollywoodi sztárok, és mit tudom én, Jennifer Aniston-tól sorolhatnánk a neveket, ki ilyen praktikával, ki olyan praktikával, Jennifer Lopez ugye a nagy példakép, aki aztán tényleg úgy tűnik, hogy megállt és kész, és nem hajlandó tovább öregedni, amivel szerintem egyébként semmi baj nincsen, de akkor most miért mondjuk azt, hogy korhoz lenne kötve? Úgy tűnik, hogy semmi sincsen korhoz kötve. Igen. Csak akkor van baj, amikor azt látod, hogy valaki ezen feszülten erőlködik mindenféle módszerekkel. Miközben azt meg valahol csak el kell fogadni, hogy hát igen, 40, igen, 50. 60-70. 60, hát jön a 60-70 is. Tudod, mi jutott eszembe, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy testpozitivitás, sőt most már testsemlegesség eszmerendszer vagy gondolatrendszer is van, és ugye te kaptál az élettől egy olyan betegséget, ugye egyes típusú cukorbetegséget, ami egyébként valahogy egy kicsit ezt a szabálykövető énedet erősítette meg, hiszen hogyha valakinek hát lehet, pontosan hogy szabályokat igen. kell követni, ilyen napi rendszeresége, az pont egy... Na látod, ez jobban korlátok közé szorít, mint az, hogy egy híradóban dolgozom. Nekem a híradó az egy szerelem, az egy felszabadultságérzés, hogy olyan helyen dolgozom, ez nagyon fontos az RTL híradóban, és olyan dolgot csinálok, amit szeretek csinálni. Ez nem... Nekem ez nem korlát. A cukorbetegség az korlát, akármit mondasz. Persze. Lehet vele jól együtt élni, de ettől még szoktam azt mondani, hogy engem majd a inzulin adagoló penemmel együtt fognak eltemetni, mert az egyes típus az életre szóló. Nem lehet megelőzni, nem lehet meggyógyítani, jól lehet kezelni, és jól lehet vele együtt élni, de azért csak eldobnám én azt a pent, hogyha megoldanák. Figyelj ide, amikor megtudtad, hogy neked ez a betegséged van, akkor... Meg voltál úgy sértődve, mint kislánykorodban a BIOS 3-asra? Hát nem, ez nem sértődés. Tehát az mi volt akkor? Például hogyan gondoltál a saját testedre? Az sokkoló volt. Sokkoló. Ugye az egyes típusnál nem arról van szó, hogy itt elhíztál, nem mozogsz, össze-vissza eszel, és akkor egyszer csak így szép lassan kialakul, mint a kettes típusú cukorbetegség, ami az életmóddal jár együtt, és ezért fenyeget nagyon sok embert, hiszen nagyon sok ember küzd ilyen problémákkal, és sajnos évtizedek alatt ez azt hozhatja, hogy cukorbeteggé válik. Itt nem erről van szó, 5,5 éves gyerek egyik napról a másikra elkezd fogyni, ugyanannyit eszik, egyfolytában pisil, nem gyógyulnak a sebei, viszket a bőre, egyre gyengébb. Tulajdonképpen ezek az egyes típusnak a tünetei, ugyanezt történt velem, és csak velem 25 évesen. Nyilván most már tudom azt mondani, hogy hála az égnek, hogy csak 25 évesen, és nem 4,5 évesen az óvodában derült ki. Ettől még 25 évesen, amikor éled az életedet, akkor ugye már dolgoztam, szerettem a munkámat, körbevettek barátok, egyébként éled az életedet, dolgozol, de azért bulizol is, tehát úgy minden megy a maga útján, és akkor egyszer csak azt veszed észre, hogy nem tudom,
már nem is emlékszem, annyi kiló volt, ami 8. koromban, 47-48 kiló, hát most minimum 10-del vagyok több, nem mérem magam soha, szóval nem tudom, de csontsoványra fogytam, egyfolytában szomjas voltam, egyre gyengébb voltam, tehát ezek a tünetek egyébként ijesztőek, de pillanatok alatt zajlik le. Tehát ez néhány hét alatt olyan állapotba kerülsz, hogy így is úgy is kórházba kerülsz, mert már szinte megmozdulni nem tudtam. Tehát azt én éreztem, hogy itt valami baj van, de mivel nem ismertem a cukorbetegség tüneteit, erre nem is gondoltam. Viszont amikor a háziorvos meglátott, akkor szinte nem is kellett, hogy megvizsgáljon, és hallottam, amikor a hátsó szobából felhívta a kórházat, és annyit mondott, hogy küldök egy friss diabéteszest. Ez a mondat, ez azóta is így cseng a fülemben. És azt utána mondta nekem is, csak ugye ezt én előbb hallottam. Aha. És akkor így, mint akit leütöttek egy bunkós bottal, tehát sokkoló volt. Mert valahogy azt viszont értettem, vagy éreztem, hogy ez valami nagyon végleges történet. Visszatérve ahhoz a kérdéshez, ahonnan elindultunk. Úgyhogy nem sértődés, sok. Sok, és volt olyan pillanat, amikor ebben az egészben, amikor megtudtad, elkezdted ezt racionalizálni, hogy ebben te együtt fogsz élni, megváltozott a testedhez való viszony, a testedről kialakult képed, az, hogy mennyire szereted, mennyire fogadod el, mit fogadsz el ebből? Ez nekem nem volt kérdés. Azt tudod, hogy mi arra emlékszem, amikor mielőtt bementem a kórházba, álltam, egy nagyméretű tükör volt abban a lakásban, ahol laktam, és így ránéztem magamra, de 48, tehát képzelj el engem, most 10 kilóval soványabban, vagy 15. És annyira riasztóan néztem ki, hogy akkor így az átfutott az agyamon, hogy soha életemben nem fogok fogyókúrázni. Tehát ez tényleg ijesztő volt. Egyébként ugye itt legnagyobb része folyadékvesztés, tehát egy hét alatt én visszakerültem abba az állapotba, hogy elkezdték adni az inzulint, és rendesen ettem, ittam. Tehát a kórházban egy hét múlva ugyanúgy néztem ki, mint annak előtte. Nem volt ezzel semmi gond. És egyébként úgy általában véve a testemben nekem semmi bajom nem volt. És nincs is ez így ezzel összefüggésben. Mármint a külső megjelenésed, vagy azt mondom még egyszer az életmódod, nem. Mert ezzel nem tudod ezt megállítani, vagy nem tudod visszafordítani. Azon elgondolkodtam, hogy belül mi van a szervezetedben, mert itt nem a testedről van szó, hanem a szervezeted működéséről van szó. Azt később értettem csak meg, hogy az enyém autoimmun eredetű, hogy ez tulajdonképpen kijöhetett volna akár korábban is, vagy bármikor az életemben, tehát valamiféle genetikai hajlamról is szó van, és összefüggésbe hozzák, nincs meg a pontos ok, de összefüggésbe hozzák mondjuk azzal, hogy egy babát anyatejjel tápláltak-e, vagy tápszert kapott, meg vírusfertőzésekkel, tehát sok mindennel keresik az okokat, de azt a konkrét okot, ami azt az utasítást adja, hogy a szervezet pusztítsa el a saját inzulin termelő sejtjeit, mert ez a lényeg egyébként az egyes típusú, vagy ez indítja el az egyes típusú cukorbetegséget, erre nem kapsz választ. A konkrét ok ma sincs meg, nem csak nálam, senkinél, mert ezt folyamatosan kutatják. De ettől függetlenül persze, hogy ezen elgondolkozol, ezt miért csináltad? Haló, ott belül, nem tudom, ki van és mi van, de honnan jött? Vagy miért jött létre? És persze feltettem én is a kérdéseket, hogy én okoztam-e, lehettem-e én az okozója, elmagyarázták, hogy nem, és amiután ezen túljutsz, utána azok a kérdések jönnek, hogy oké, utána visszamehetek dolgozni, élhetem az életem, ugyanolyan ember leszek, mint voltam, és aztán később majd például lehet egy gyerekem. Hát ezek voltak a legfontosabb kérdések, és mindegyikre megnyugtató választ kaptam, hogy azt kellett elfogadni, hogy igen, egy új szabályrendszer szerint kell élni, többször vércukorszintet mérni, többször injekció formájában inzulint beadni magadnak, odafigyelni arra, hogy mikor és mit teszel, és lehetőleg mozogj rendszeresen. Tehát körülbelül ennyi, röviden összefoglalva. Persze kellett fél év, egy év, amíg átálltam erre az új menetrendre, de utána meg rutinná válik, és ez már nem kérdés. Pont a napokban mondtam valakinek, hogy tulajdonképpen a személyiségem részévé vált, tehát mondom, igen, mert ha belegondolok, álmomban is előfordul, hogy valami teljesen extrém helyzetben vagyok, nem tudom, ott áll mellettem Jason Statham, és beadom az inzulint, mert álmomban is eszembe jut, hogy be kell adnom az inzulint. Tehát, hogy igen, nyilván valamennyire az élet részévé kell, hogy váljon, hiszen nem tudod elengedni, vagy ha elengeded, akkor annak azért megvannak a következményei. Úgyhogy igen, a szabálykövetés, meg a fegyelmezettség, meg a szigorúság,
ezek mind-mind így valahogy összeállnak egy képpé, de még mindig azt mondom, hogy ezek nem állnak távol az alaptermészetemtől. Vegyük úgy, hogy ez egy mázli. Mi az, ami te még kihívásnak tartasz az életben? Mondjuk a következő 10 évre, 20 évre? Hát mondjuk nagyon-nagyon tetszik, nem szoktuk udvarolni egymásnak, de, és nem is fogok, de tetszik az, amit csinálsz, és amit felépítettél, és ebben én nagyon-nagyon nem vagyok még sehol. Lehet, hogy nem is még, lehet, hogy nem is leszek, de ezeket a területeket, tehát kinyitni a médiának ezeket a még mindig újnak mondható területeit, és hogy az online térben mit és hogyan tudsz megvalósítani, elérni jó értelemben, tehát nem azt megmutatni, hogy három pingponglabdát hogyan nyelsz le, és mitől nem lesz, tehát nem erre gondolok, hanem hogy ugyanúgy értéket teremteni abban a térben, és abból valamit kialakítani, akár úgy, hogy az alapítványommal és a cukorbetegség körül, vagy az egészségbetegség, tévhitek, tabuk, valami ilyesminek a környékén, testi egészség, lelki egészség, ilyenekben töröm a fejemet az utóbbi időben egyre inkább, de akkor is a híradó az első. Tehát, hogy nekem... Ez bármeddig csinálnád? Ez, persze. Hát, ha megint csak mindig erre mutogatok, én nem vagyok egy ilyen nyugatmániás, de ha megnézzük, akkor az nem kérdés, hogy a híradósok, a leghitelesebb híradósok, azok nem 20 évesek. Sehol sem. Hiszen régen a törzsekben a bölcs öregek is ugye évtizedeken keresztül kísérték a csapatot, és ők mondták a tutit. Hogyne, illetve hát a mi szakmánkban nyilván minél nagyobb tapasztalatod van a híradózásban, annál hitelesebb vagy, annál inkább elhiszik az emberek azt, amit mondasz. Visszautalva mindig az eredeti kérdésedre, ez megint egy olyan dolog, hogy ez akkor tud igazán hiteles lenni, vagy egy híradós akkor tud igazán hiteles lenni, hogyha egyébként ő maga is az. Szóval, hogyha amúgy, amikor kilép a híradós szerepből, vagy híradós stúdióból, attól még ugyanolyan embernek bizonyul a hétköznapokban is. Tehát az szerint éli az életét, amiket mond, amiket állít magáról, és nem kisebb-nagyobb hazugságokba bonyolódik, mert az viszont megkérdőjelezi magát a híradós hitelességet is. Ezek oda-vissza hatnak. Egyébként megkérdőjelezi mondjuk az influencer hitelességet is, meg bármilyen social media szereplő hitelességét is. Mindenre igaz, igen, hogyha kiraksz valamit, de egyébként amögött nem te vagy, vagy amúgy a hétköznapokban tök máshogy viselkedsz, máshogy gondolkozol. Egyrészt előbb-utóbb úgyis leleplezőtt, és akkor mindent elveszítesz, a támogatóidat, meg a lájkolóidat, meg a mindenedet. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból sem mindegy az, hogy ki ül egy híradós székbe, és egyébként, hogy meddig maradhatott. Na most az, hogy mit mond az ember, és utána mit cselekszik, az egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor jöttél ide, akkor azt mondtad, hogy te nagyon szeretnél olyan dolgokat kipróbálgatni itt, amit régen, amikor még együtt fotóztunk. Mert tudod, mire emlékszem, hogy amikor a Mark lesz a sztáriszt, akkor tudtam, hogy valami olyat hoz, hogy így a fal adja a másikat jó értelemben. Tehát valamit, ami szinte biztos, hogy nem is láttam még olyat élőben, de az biztos, hogy nem volt rajtam. És a végén mégis kiderül, hogy jól áll. Na akkor most egy ilyen kicsit, egy ilyen időn kívüli, ilyen híradon kívüli kis intermezzót fogunk csinálni. Mutatok neked egy-két olyan dolgot, hogy remélem, hogy a fal adja a másikat. Szóval, hát összekészítettem itt minden, de hát ez gyakorlatilag ezt fölvehetnéd az RTL híradóba is. Ez biztos, hogy nem. Ugye? Egy kis sorttal, mondjuk, hogy nem látszana. Abszolút. Szabálykövetés, szigorúság, nem ezt ígérted. Abszolút. Hát láttam, hogy a vegán bört is szereted, ez egy csini ruha. Hát, mert hogy ez is az. Abszolút. Ez azért elég dögös. Ez nagyon menő, ez a kis vanília, de szerintem ennél azért is egy kicsit durvítsunk. Jó. Úgyhogy első körben, mivel csodálatos lábaid vannak, ezért arra gondoltam, hogy... Nem mindenki tudja. Hogy nem mindenki tudja, hiszen állandóan ülsz. Hát persze. Ugye Bárdos András volt az a kis strandpapucsban, meg kis fürdőnadrágban ült a híradóban, amikor olyan idő volt. Többen is megcsinálták. Igen. És amikor nem volt a klímastúdiók, akkor a legenda szerint lavorban állt a műsorvezetők lába, mert annyira meleg volt. Hát persze. Na kérlek szépen, szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, ez egy sortos kis overall. Jó. Nyissunk ebben, mit szólsz? Nézzük meg. Mert ebben van egy kicsi ilyen 80-as évek diszkó
korszak is, a denevér ujjal, a flitterrel. Igen, és a nadrágot mivel magyarázzuk meg? Hát az, hogy csodálatos. Egyébként ugyanilyen overált hordtak a 80-as években, csak hosszú volt a szára. Mm. Bomba. Nem kicsi különbség. Nagyon bomba, jól néz ki. És hát bomba a nő, aki benne van, ugye? Köszönöm. Yves Saint Laurent azt mondta, a legfontosabb egy ruhában a nő, aki viseli. És milyen igaza volt. Hogyha már egy ilyen minivel kezdtük el a robbantást, akkor viszont nem állhatom meg, hogy a csodálatos vörös hajathoz egy ilyen elképesztő burgundi nagy sziluettet mutassak meg neked, és jó, ezzel zárjuk a mai öltözködést. Hm? Rendben. Hajrá! Ez annyira gyönyörű ez a ruha, hogy úgy döntöttem, hogy ebbe maradsz az 5 kérdés 5 válaszra is. Melyik magyar tévés személyiségtől tanultál a legtöbbet? Nem tanultam senkitől semmit. Van-e magyar tévés példaképed? Nincs, de nagyon-nagyon kedvelem Szegvári Katit. Melyik országban lennél híradós, ha nem Magyarországon? Amerikában. Vezetnél-e tehetségkutatót? Nem, de zsűriznék benne. Ha nem tévé, akkor mi lenne? Semmi. Nagyon jók voltak a válaszok, viszont most már egy kicsit izgulok, hogy milyen kihívásnak teszel engem ki itt a végén. Óriási szerencséd van. Eredetileg 10 darab szabályos karhajítást akartam tőled kérni. Míg ezt erre az edzőm, és vele még csak most kezdtük el ezt megtanulni. Jó, nem kell megmagyarázni. Végül is úgy döntöttem, hogy maradjon minden a régiben. Mérjük meg a vércukorszintedet. Wow, mire számítasz? De? Arra, hogy jó lesz. Na jó, nézzük. Jó. Már nem éjgyomorra vagy, az azt jelenti, hogy 7,8 alatt kéne, hogy maradjon. Igen. Ha éjgyomorra mérnék, akkor 5,5 alatt. De nyilván olyan lesz, mint múltkor. Az? Tökéletes. 4,8! Édesem, már nagyon köszönöm ezt a jó hírt. Tessék. Nagyon köszönöm, hogy itt évente voltál. Évente egyszer tessék ellenőriztetni. Oké, ezt megígérem. Évente egyszer tessék hozzám eljönni. Nagyon szépen köszönöm, isteni voltál. Nektek meg nagyon szépen köszönöm, hogy nézitek a Sztáröltözőt. Jövő héten egy újabb csodás vendég, újabb csodás témák, újabb csodás ruhák. Maradjatok velünk, nézzétek, nézzetek minket. Ciao. Sziasztok!